48. fejezet Egész éjszaka talpon voltak. Mihelyt a legénység befoltozta a mannon szobájában keletkezett lyukat, fel is húzták a horkonyt. A kapitány azt mondta Doriannek, hogy egy ideig ki fog tartani a folt, de az istenek mentsék meg őket egy vihartól. Késő éjszakáig ápolták a sérülteket, Dorian hálás volt azért a kis gyógyító mágiáért, aminek a használatára Róven tanította meg, miközben toldozta, foltozta az a sebesülteket. Úgy fogta fel, mintha csak egy kirakós lenne, vagy szakadt ruhát foltozna. Így tudta megakadályozni, hogy szerény ebédje kikívánkozzon. A mérget meghagyta Róvennek, Elinnek és Gévrielnek. Mire a hajnal bágyat szürkébe fordult, az arcuk szinte megsárgult, és a szemük alatt sötétek lettek a karikák. Ferris legalább ott sántikált közöttük, Edion pedig hagyta, hogy Elin addig kezelje a térdét, míg ő is újra járni tud. De a lábai azért láttak már jobb napokat is. Dorian térde is megródjon, ahogy végignézett a véráztatta fedélzeten. Egyelőre csak egy kupacba rakták az ilkek tetemeit. Ha igaz volt, amit a rémkutya mondott, akkor nem engedhetik meg maguknak azt a luxust, hogy egy kikötőben hozzák rendbe a teljesen a hajót. Mély morgó hang hallatszott, mire Dorian a hajó óra felé pillantott. A boszorkány még ott volt, abraxos sebeit ápolta, mint ahogy egész éjjel. Az egyik lény többször is megharapta a braxost. Szerencsére nem volt ugyan méreg a fogaiban, de az állat sok vért veszített. Mannon senkit nem engedett a közelébe. Elin egyszer megpróbálta, de Mannon rámortult, mire Elin akkorát káromkodott, hogy attól mindenki visszafogta volna magát. Megmondta, hogy rohadtul megérdemli Mannon, ha az állat meghal. Mannon azzal fenyegette, hogy kitépi a gerincét, amit Elin trágár mozdulattal viszonzott. Lisandra volt köztük kénytelen egy óráig felügyelni a területet közöttük szellemleopárt alakjában, a főárbóc kötélzetén gubbasztott, a farka ide-oda himbálózott a szélben. Mannon fáradtan dőlt Abraxosnak, a meleg reggeli szél lustán megmeglibbentette fürtjeit. Dorian tudta, hogy veszélyes határvonalhoz közelít, amikor már készen állt arra, hogy szépen lassan kibontsa a lányt a ruháiból, kihasználva a helyzetet, hogy a láncok őt fogva tartják. Akkor a lány aranyló szemei épp olyan elszántsággal akarták őt felfalni, mint ahogy ő is a lány egyes részeit. Mannom most, mintha megérezte volna a tekintetét, visszanézett rá. Hiába volt a fedélzet túlsó végén. A tekintete Dorian minden porcikáját átjárta. A fedélzetet sikáló Edion és Ferris természetesen azonnal észrevették és megálltak. Utóbbi felhorkant, eléggé helyre jöttek ahhoz, hogy tudjanak járni, de egyik sem avatkozott közbe, amikor Mannon megindult Dorien felé. Ha eddig nem menekült el, és nem támadott, talán most sem fog, gondolhatták. Mannon a korlát mellett állt meg. A végtelen vizet nézte a horizonton, rózsaszínű felhőgomolyagok kenődtek el. Ingét tenyerét sötét vérfoltok borították. Neked köszönhetem a szabad mozgást? Dorian a fakorlátra támaszkodott. Lehetséges. Aranyló tekintet siklott rá. A láthatatlan kezek. A te mágiád volt. Hogy működik? Nem tudom. Felelte Dorian a kezét nézegetve. Olyan érzés, mintha a lényem kiterjesztése lenne. Mintha valódi kezek lennének, amiknek tudok parancsolni. Egy pillanatra eszébe jutott, milyen érzés volt a csuklójánál leteperni, hogyan reagált a teste. Egyszerre volt laza, és feszes, ott, ahol ő szerette volna, hogy feszes legyen, a szája pedig majdnem hozzáért az övéhez. Manon arany szeme felcsillant, mintha neki is ugyanez járt volna a fejében. Soha nem tennék kárt benned. Csúszott ki önkéntelenül Dorien száján bár a rémkutyát élvezettel pusztítottad el. Így van, felelte Dorian jéghideg tekintettel. Mannon közelebb lépett, és egy ujjal megérintette a torkán húzódó halványabb csíkot. Dorian közben teljesen megfeledkezett arról, hogy a hajó tele van emberekkel. Okozhattál volna neki több szenvedést. Mégis gyorsan végeztél vele. Miért? mert még az ellenségeinkkel szemben is van egy határ, amit nem lépünk át. Akkor megkaptad a választ. Nem is kérdeztem semmit. Manon felhorkant. Egész éjjel olyan volt a tekinteted, mintha egy hozzánk hasonló szörnyeteg vált volna belőled. Ha legközelebb ölni fogsz, emlékeztesd magad erre a határvonalra. Te hol állsz rajta, boszi? Manon a szemébe nézett, mintha azt szerette volna, hogy nézze végig, mi mindent tett egy évszázad alatt. Én nem vagyok halandó, és nem a ti szabályaitok szerint játszom. A sport kedvéért is öltem, üldöztem embereket. Ne keverd a fogalmakat. Én nem embernő vagyok, fiú. Engem nem érdekelnek az embernők, bukta Dorian. Túl törékenyek. Ahogy kimondta, sajogni kezdett a lelke mélyén egy seb. De tudtál az ilkekről? kérdezte Dorian, és elhesegette a fájdalmat. Gondolom, közük van a morati hegyekben zajló dolgokhoz. Reket női hang vágott közbe. Mit ért ezt a, a hegyekben zajló dolgok alatt? Doriannek majdnem megállt a szíve. Úgy tűnt, hogy Elin megtanult lopakodni szellem Leopárd barátnőjétől, még Mannon is döbbenten nézett hátra a véres királynőre. Mannon tekintete ezután Edionra és Fenrisre siklott, akik, mintha Elin kérésének engedelmeskedve jöttek volna mögöttük Gévriellel. Ferris Ingre továbbra is cafatokban lógott. Csak Róven őrködött tovább a főárbóc kötélzetén, Lissandra pedig felettük repkedve derítette fel a környéket. A boszorkány így felállt. Soha nem láttam még ilyeket. Csak hallottam róluk, és hallottam a sikoltásukat, ahogy meghaltak. Üvöltésüket, amikor élkekként újra teremtették őket, nem tudtam, hogy ilyenek. Vagy hogy erevem ilyen messzire küldi őket Morattól. A kémeim is csak egyszer láttak ilyet, és a leírásuk megegyezik azzal, amit tegnap este láttunk. Az ilkek többsége felderítő, vagy inkább harcosok? kérdezte Alin. Úgy tűnt, hogy a friss levegő közlékenyebbé teszi Mannont. A korlátnak dőlt, és végignézett a halandó és halhatatlan harcosokon. Nem tudjuk. Ügyesen rejtőzködnek. A kémeim bárkit megtalálnak, azokat is, akik el akarnak rejtőzni. De ilyenek nyomára mégsem nagyon akadtak. Elin kisé feszülten a hajó mellett folyó vizet nézte. Nem szólt, mintha a szavak eltűntek volna belőle, és a helyükre kimerültség került volna, vagy valami, ami még annál is súlyosabb. Hiába sajnáltatod magad, szólt Mannon. Te vagy a hibás. Edion figyelmeztetően morgott. Elin lassan a boszorkányra nézett, Dorian is készültségbe helyezte magát. Valahol elszámoltad magad, mondta Annon. Így bukkantak a nyomodra. Ne zavarjanak össze az apró vereségek. Háború van. Városok vesznek oda, emberek halnak meg. Én a te helyedben inkább amiatt aggódnék, hogy miért ilyen kevés ilket küldtek. Ha te az én helyemben lennél morogta Elin olyan hangon, hogy Dorian mágiája felébredt, és jéghűsítette új Edion keze a kardjára siklott. Te az én helyemben! Mély keserű nevetés! Dorian akkor hallotta őt utoljára így nevetni, amikor megölték nehémiát. Tiszta vér volt a hercegnő ágya, amikor rátaláltak. Egy olyan üvegkastélyban, ami azóta már nem létezett. Nos, te nem vagy az én helyemben, fekete csőrű, ezért tartsd meg magadnak a véleményed. Nem vagyok fekete csőrű, mondta annon. Minden tekintet rá villant. A boszorkány azonban a királynőre szegezte a tekintetét. Elén legyintett sebb helyes kezével. Jól van, ez már érdekes. Halljuk a sztorit. Dorian azt hitte, hogy egymásnak esnek, de Manon egyszerűen várt néhány pillanatig, újra a horizontot kezdte kémlelni, és így szólt. Amikor a nagyanyám megfosztott a trónörökösi és szárnyparancsnoki rangomtól, akkor a származásomtól is megfosztott. Elmondta, hogy az apám Krokan herceg volt. A nagyanyám megölte az anyámat, és őt ugyanis. Összeesküvést szőttek azért, hogy véget vessenek a népeink közötti viszálykodásnak, és megtörjék az országainkat sújtó átkot. Dorian Edionra pillantott. Észak farkasának arca feszült volt. Esriver szeme csillogott, számba vette a lehetőséget, amikre Mannon utalt. Mannon egy kicsit tompa hangon folytatta, mintha most először beszélne erről. Én vagyok az utolsó Krokan királynő. Rianon Krokan utolsó egyenesági leszármazottja. Elin felvont szemöldökkel nézett rá. Függetlenül attól, folytatta Mannon, hogy a nagyanyám elismere vagy sem, én vagyok a fekete csőrű boszorkányok trón örököse. A boszorkányaim, akik egy évszázadon keresztül az oldalamon harcoltak, Többnyire a krokanok írtásával foglalkoztak. Egy olyan hazáról álmodoztak, ahová megígértem nekik, hogy visszavezetem őket. De száműztek a tizenhármak tagjai, szétszóródtak, elvesztek. Ráadásul az ellenséges nép trónörököse vagyok. Nem te vagy hát, tehát az egyedüli fenséges királynő, akinek félre sikerültek a tervei. Szedd össze magad, és talált ki, mi legyen a következő lépés. Dorian rádöbbent, hogy két királynő van közöttük. Elin becsukta a szemét, és reket hangon fújtatva elnevette magát. Edion láthatólag újra feszültebbé vált, mintha a nevetés könnyen átmehetne erőszakba, de akár békülést is hozhat. Manon azonban ellenállt a viharnak. Amikor Elin kinyitotta a szemét, még gúnyosan, de már halványabban mosolygott. Ezek szerint nem hiába mentettem meg a szánalmas írhádat, mondta a boszorkány királynőnek. Mannon visszamosolygott rá, de ijesztő mosolyjal. Feszült várakozást töltöttem mindenkit, Dorient is beleértve. Ferris az alsó ajkát harabdálva felnézett az égre. Azt nem értem, mire várt Ereven ennyi ideig, ha a halálotokat akarja. Biccent és is elén felé, akkor miért hagyta, hogy érett, erős felnőtté váljatok? Dorian legszívesebben a vállát vonogatta volna, de visszafogta magát. Annyira, de annyira felkészületlenek voltak így is. Azért, mert én egyszer már kicsúsztam a karmai közül, felelte elén. Dorian igyekezett nem gondolni arra az estére tíz évvel ezelőtt, de beléhasított az emlék, ahogy Elinbe és Edionba is. Azt hitte, hogy megfulladtam. Dorient az apja védte meg, amennyire tudta. Dorian ezt az emléket is elhesegette, főleg, hogy mannon kérdőn nézett rá. Mév tudta, hogy életben vagy, mondta Ferris. Nem kizárt, hogy Ereven is. Értesi, értesítette róla Erevent, jegyezte meg Edion. Ferris erre felkapta a fejét. Mév soha nem állt kapcsolatban Erevennel, vagy az édenleni királysággal. A legalábbis te nem tudsz róla, vetette fel a Dion. Kivéve, ha szeret csevegni a hálószobában. Feris tekintete elsötétült. Mév nem osztja meg a hatalmát. Édenlen tíz zavar... zavaró tényezőnek látta, és látja most is. Mindenkit meg lehet vásárolni, tiltakozott Edion. A mév iránt fogadott hűségnek nincs ára, azt nem lehet megvenni, fortyant fel Ferris. Elint teljesen ledermett a harcos szavai hallatán, hunyorogva nézte, és magában néhmen elismételte, amit mondott. – Mire gondolsz? – érdeklődött türelmetlenül Edion. – A fizetség megnevezhetetlen – suttogta Elin. Edion már majdnem kinyitotta a száját, hogy tovább kérdezze, de Elin mannon felé fordult. A boszorkányok látják a jövőt? Úgy, ahogy a jósnők? Előfordul az ilyen, ismerte el mannon. A kékvérűek legalábbis ezt állítják magukról. És a többi boszorkánykör? Azt mondják, hogy a véneknél a múlt, a jelen és a jövő teljesen egybe folyik a fejét csóválva a lépcső felé indult, hogy lemenjen a kabinba. Róven a főárbóc kötélzetéről lerepülve alakot váltott, a lábai nekiütöttek a deszkáknak, ahogy ott termett előttük. Nem is nézve a többiekre követte a lányt. Ti ezt értitek? Miről beszélt Alin? kérdezte Fárisz. Egy vén bonyáról. Töprenged Dorian és Manonhoz fordulva halkan hozzátette sárgalábú bábára gondolt. Minden kifelé fordult. Manon a kulcsontját birizgálta, ahol elint egy élénk fehér hegnyaklánc borította, amit még a sárgalábú bábától szerzett. Télen nálatok járt a kastélyban, jegyezte meg Manon Doriennek. Jövendő mondónak álcázta magát. És mondott valami fontosat? tette fel a kérdést Edion karbatett kézzel. Doriennek most eszébe jutott, hogy Edion is tudott a találkozóról. Edion a fél szemét mindig a boszorkányokon tartotta, egyszer úgy fogalmazott, hogy a birodalom minden nagyhatalmú játékosát szemmel tartja. Mannon végigmérte a tábornokot. A sárgalábú valódi jövendő mondó volt fogadni mernék, hogy abban a pillanatban tudta, hogy egy királynővel áll szemben, ahogy meglátta Elint. Általában annak adta el a jóslatait, aki a legtöbbet kínálta érte. Dorian megborzongott. Elin ugyanis lemészárolta a sárga lábút, amikor az megfenyegette Elint, hogy elárulja Dorian titkait. Elin nem utalta arra, hogy az ő titkait is veszélyben forogtak volna. Mannon folytatta. A sárgalábú semmit nem mondhatott meg egyenesen a királynőnek, csak rejtvényekben beszélt. Azt viszont értitek, gondolom, hogy miért távozott ilyen hirtelen elin. Mannon jelentőség teljes pillantást vetett az ajtóra, ami mögött elin az előbb eltűnt. A fedélzetre csenderezkedett. A reggelinél is szótlanul kanalazták a hideg kásájukat. Úgy tűnt, hogy a szakácsnak más dolga akadt, vagy nem éltet túl az éjszakát. Róven a fürdőszobájuk ajtaján kopogott, Elin ugyanis bezárkózott, kizárt Róvent. Éppen hányt. Elin, kérlelte Róven gyengéden. Szaggatott belégzés, öklendezés, hányás. Elin, szólongatta újra Róven, és azon gondolkodott, hogy mikortól elfogadott betörni az ajtót. Viselk egy herceghez méltón, mondta neki a lány előző este. Nem érzem jól magam, hangzott a válasz, folytott tompa hangon. Róven régen nem hallotta ilyennek. Engedj be, hadd segítsek, kérte olyan nyugodtan és higgadtan, amennyire csak tudta. Elin kizárta, kizárta őt. Nem akarom, hogy ilyen állapotban láss. Láttalak már úgy is, hogy bepisiltél. Nincs bajom a hányással, egyébként már hányni is láttalak. Tíz másodperc. Tíz másodperc még elfogadhatónak tűnt, aztán lenyomja a kilincset és széttöri az árat. Adj még egy percet, kérlek. Mi készített ki abban annyira, amit Ferris mondott? A főárbócról ő is hallott mindent. Néma csend. Mintha magába folytaná a nyers rémületet, visszafolytaná egy olyan helyre, ahol nem látja, nem érzi többet, nem vesz róla többet tudomást, és nem is beszél neki róla. Elin, az ár elfordult. Elin arca hamú szürke volt, a szemei körül, körül vörös karikák. Lisszandrával akarok beszélni, mondta megtört hangon. Róven a félig tele vödőre pillantott, aztán elén vértelen ajkaira a homlokán gyöngyöző verejtékekre. Róvennek összeszorult a szíve, amikor rájött, hogy a lány tényleg beteg. De mi baja? Próbálta megérezni a szagából, de a kicsi helységben a hányás és a sós visszaga mindent elnyomott. Átrált egy lépést, és próbálta elhesegetni ezeket a gondolatokat. Szó nélkül kisietett a szobából. Dermettel rohant az alakváltóhoz, aki emberi alakjában fogyasztotta épp hideg reggelijét. Lisandra szótlanul elindult a királynőhöz. Róven alakot váltott, és olyan magasra szállt, hogy a hajó kis, ugráló foltnak tűnt alatta. A felhők hűsítették a tollait, a szél pedig süvítve válaszolt a szívében dübörgő rettegésre. Azt tervezte, hogy az ébredező égbolton kicsit megfeledkezik mindenről, miközben figyeli az ellenséget, aztán rendbe teszi a gondolatait, és úgy tér vissza a lányhoz, és tesz fel neki kérdéseket. A válaszokra talán még nem állt készen. A látóhatáron azonban megjelent a part, és csak a mágiája óvta meg az uhanástól, olyan látvány tárult elő a nap első sugarainak fényében. Széles, csillogó vízű folyók és kígyózó patakocskák folydogáltak a füves, nádas, maragzöld és aranyszínű vidéken, a partok homokja sötétlően aranylott. És ahol egykor halászfalukból figyelték a tengert, ott tűzlabogott. Falvak tucatjai álltak lángokban. Alatta a hajón a tengerészek kiabálni kezdtek, egymást szólongatták, ahogy a part megjelent a horizonton és a füst láthatóvá vált. Elivi. Elivi lángokban állt.